nap után van, Dani. Hát de ma is lehet. Ilyen nem én nem mentél. Oh,
percemben. Oh.
Végezetül, de nem utolsó sorban, a Trapán János emlékverseny díjkiosztása következik. És akkor díjkiosztásra felkérem Trapán Ferencet. Többféle értékelés van, és akkor mondom visszafelé. Ugye két versenyt teljesítettek, és az volt a feladat, hogy az első felfutáshoz képest minél jobban megközelíteni a másodikra azt a bizonyos időt. Akkor olvassuk visszafelé. Farkas Tamás lett a harmadik. 870 ezred volt a különbség a két felfutás között. ...2.55-8.45 után jött egy 2.56-7.15-ös idő. Farkas Tamás tehát abszolútban a Drapán János emlékverseny harmadik helyezettje. Ugye a fejszámolást mindenki megkapta a házi feladatul. Marmoly Dániel lett a második. 665 ezred volt a különbség a két felfutás között. Másodjára ment jobbat, 302-120 volt az első idő, és 301-455 a második, tehát 665 ezred volt a különbség a két felfutás között. Gratulálunk szintúgy. És aki pedig nyerte az abszolútot, egész félelmetes. 56 ezred volt a különbség a két felfutás között. 3.10.8.18 és 3.10.8.74. Fekete Ferenc! Tehát 56 ezred volt, még egyszer mondom, a differencia a két felfutása között Fekete Ferencnek. Gratulálom még egyszer. Jön a speciál kategória értékelése. A harmadik helyen itt is maradhatott volna Farkas Tamás. Bocsánat, nem akartam előre elárulni. Ő tehát a harmadik. A változatlanság kedvéért Marmoly Dániel a második ebben a speciál kategóriában. És hát ha mondják, hogy a változatosság gyönyörködött, akkor ebben az esetben a változatlanság, és mert Fekete Ferenc a kategória első helye, tehát speciál kategóriában Fekete Ferenc az első. Utcai kategóriával folytatjuk, és akkor most már tényleg lesznek mások is a dobogon. Sütő Balázs a harmadik. A második helyen végzett ebben a kategóriában Kása Péter Sándor, aki maradt a bőrszerkóban. Akármilyen meleg van, az a biztos. Gratulálunk, és akkor az első helyezett van még hátra ebben a kategóriában, Kocka Tamás!
Gratulálunk mind három helyezettnek, tehát ez volt az utcai kategória. Nézzük a legjobb időket. Ebben a legjobb idő kategóriában Farkas Tamási a harmadik hely. 2.55-8.45-öt tudott elsőre Farkas Tamás. És mondtam, hogy másodikra is megközelítette. Nem volt nagy a különbség. Az első és a második felfutása között. Második legjobb idő kocka Tamásé. 2.51-0.59, azt a második felfutásban produkálta kocka Tamás. És a legjobb időt pedig Vég János produkálta 2.44-6.24-jel, ami egyébként, hogyha az autósokat is ide számolom, abszolútban negyedik idő, nem mellesleg és nem zárójelben. Gratulálunk három helyezettnek. És akkor két külön díj végezetül. A legidősebb motor Marmoly Dánielé. Tényleg egy retro érzés volt, hogyha ránézett az ember arra a motorra, és nem pusztán csak a rajtszám miatt. Az utolsó különdíj pedig a legfiatalabb versenyzőnek jár, név szerint Kása Péter Sándornak. A Drapál János emlékversenyen. Ez volt tehát a betét verseny, ami holnap ugyanúgy zárja a programot. Gratulálunk minden dobogósnak és minden résztvevőnek. Remek versenyek voltak. Úgyhogy köszönjük szépen a részvételt holnap, ugyanitt nem ugyanekkor, mert reggel 8-kor találkozunk, tehát első időmérő edzéssel. Vigyázzon mindenki hazafelé, pláne ha csak ide megy a szomszédba. Egyébként is hosszú az éjszaka, úgyhogy holnap szeretettel várunk mindenkit. Tehát a 35. Hedu Mátrai hegyi versenyen.